Sokszor felmerül, hogy analóg vagy digitális egy kép, egy hang, videó vagy akár tévéadás. De vajon mit is jelent az, hogy analóg vagy digitális? És vajon mit jelentenek azok a kilohercek és bitek a digitális képek, hangok esetén? Amit látunk, hallunk, mind elektromágneses hullám, a szemünk és a fülünk egy-egy ilyen csoportra van kiélezve, vagyis az adott tulajdonságúakra érzékeny. Az elektromágneses hullámoknak három fontos tulajdonsága van. A frekvencia, a hullámhossz és az energia, de az utóbbi az előző kettő szorzata, vagyis minél nagyobb az egyik, annál nagyobb lesz az energiája is. Az elektromágneses sugárzás periódikusan váltakozó elektromos és mágneses teret hoz létre, hullám formájában terjed a térben. Légüres térben megközelíthetőleg 300.000 km per másodperc, különféle anyagokban pedig különböző a terjedés sebessége. Szóval látunk, hallunk, érzékelünk, például a hőt, ez mind az elektromágneses hullámoknak köszönhető. Ezeket hullámhossz és frekvencia szerint osztjuk fel, ezt hívjuk elektromágneses spektrumnak. A rádióhullámok, amit az elektronika használ, tévé, rádióállomások és készülékek, a 3 Hz-től 3 GHz közötti tartományokba eső frekvenciák. Ezen belül a 20 Hz-től 20 kHz tartomány az, amit az ember hall, de ez személyenként és életkoronként változó. De mi az az 1 Hz? A Hz a frekvencia SI mértékegysége, amelyet Heinrich Hertzről neveztek el. Ismétlődő jeleknél két azonos állapot között eltelt idő. 1 Hz 1 másodperc alatt lezajlott egy rezgés, vagyis egy hullám. Nos, megvan a hullámunk, látunk, hallunk. Ezek időben állandóak és folytonosak. Két határérték között minden pillanatban van értéke. Ez az analóg jel. Tehát analóg jel lehet hőmérséklet, áramerősség, színek, de az idő is. A lényeg a folytonossága, és hogy a végtelenben bármely pillanatban legyen értéke. Ha belegondolunk, hogy nekünk ezeket az információkat valami módon tárolni kell, kiderül, hogy lehetetlen lenne ilyes módon a végtelenben mérni és tárolni. Ezért határt kell szabni valahogyan a mérésnek. Ezt úgy tehetjük meg, hogy bizonyos időközönként bizonyos mennyiségű adatot, mintát veszünk az analóg jelből, így kapunk egy leíró mintacsomagot, amiből közelítésekkel megmondható, hogy milyen volt az analóg eredeti jelünk. És itt lesz a lényeg. Minél többször, minél pontosabban mintát veszünk az eredeti analóg jelből, annál pontosabban helyreállítható lesz. A digitalizálás folyamata így aztán három lépcsőre osztható. Az első a mintavételezés. Vegyük példának a hangot. Már említettem, hogy a hallható hangtartomány a 20 Hz és 20 kHz között terjedő frekvenciák. Shannon Nyquist tétele írja le, hogy a mintavételi frekvenciának minimum a kétszeresének kell lennie a lehető legnagyobb frekvenciánál. Esetünkben a 20.000 Hz-nek 40.000 Hz mintavételi frekvencia kell. De akkor miért lett 44.100? Nos, ezt már említettem a Jumatic videóban. A Sony a 80-as években dobta piacra a PCM 1600, 1610 és 1630-as digitalizáló készüléket, amelyet az akkori legjobban elterjedt profi kazettás rendszerhez fejlesztettek ki. Ez volt a Jumatic, mert csak ez tudott elég mennyiségű adatot eltárolni elég gyorsan. A CD a Philips és Sony fejlesztése volt. A rendszernek pedig működnie kellett PAL és NTSC területen is. Ezért mivel a 40 kHz mindenképp kellett, a PAL esetében a 294 aktív sor, 50 félkép, 3 mintavétel soronként és félképenként, az 294x50x3, vagyis 44.100. Ez NTSC esetén 245x60x3. Ezt az infót tudta a kép helyére írni a Jumatic, mint digitális adat. Ezekről a kazettákról pedig készültek a CD-lemezek speciális masteringen keresztül. A második lépés a kvantálás. A kvantálás során megpróbáljuk belepréselni a mintavételből kapott adatokat egy előre meghatározott értékrendszerbe. Míg a mintavétel a mikor kérdését adja meg, a kvantálás a mennyit fogja megadni, vagyis mennyi adatot tudunk eltárolni a kapott mintából. A CD példánál maradva 44,1 kHz 16 bit, vagyis másodpercenként 44.100 alkalommal 2 a 16-on különböző értéket vehet fel a mintánk. Így egy 8 bites,
256, egy 16 bites 65536, egy 24 bites 16.777.216, és így tovább. Vagyis a kvantálás egy közelítés, de minél több mintánk van, és minél többször veszünk mintát, annál pontosabb lesz ez a közelítés. Viszont ha két mérés között az analóg jel változott, az nem lesz pontosan követve. Szerencsére ez általában annyira kicsi különbség, hogy nem vehető észre a legtöbb ember számára. A harmadik lépcső a kódolás, vagyis a kapott adatokat eltárolni, bináris formába tenni. Ez lesz az a sok egyes és nullás, van áram, nincs áram, amit mindenki ismerhet, ha digitálisról van szó. A digitális számot jelent, vagyis számokká alakítjuk a környezetünkből származó információt. Hogy ezek a számok mi alapján és mennyiből mekkora értéket vehetnek föl, az megegyezés kérdése. Képnél hasonló az eljárás, csak itt a színeket vagy szürke árnyalatokat nézzük. Vagyis ha egy kép 8 bites, akkor az azt jelenti, hogy egy pixelnek, képpontnak 256 szürke árnyalata lehetséges. Színesnél ez csatornánként igaz, vagyis vörös, zöld és kék színből is 256 árnyalatot vehet fel. Egy 10 bites kép már 1024 árnyalatot vehet föl, képpontonként és színcsatornánként. Ahogy fejlődik a technológia, egyre több adatot kell eltárolnunk, de cserébe egyre életűbb képet kapunk az eredeti világról. Hogy ez az eltárolandó információ áradat kezelhető maradjon, majd a tömörítés fogja megoldani. Remélem tetszett a videó, iratkozzatok fel, köszönöm szépen, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!